oly remek az élet. Aztán pák kis bogaram a szívem, bár oda van, amíg én nem jövök el nézhet. Pák, kis aranyom pák, nem zavarom pák, csak elhagyom pák. Pák, hogy kesereg pák, hogy pityereg más, sos ilyetek pák. Esetem holnap már egy fekete vár rám. Nincs köztünk nagy jelenet, könny súhaj, és egyebeket súgom csak te neked, drágám. Pá, kis aranyom pá, nem zavarom pá, csak elhagyom pá. Pá, hogy kesereg pá, hogy pityereg má. Igen. 17 évig. Egy grófi háza. Hogy ne felelne meg, kedves Blumbauer úr, küldje csak. Rózsadomb, Apostol utca 2B, Schneider villa. A pénz nem számít. Köszönöm. Viszont látásra, Blumbauer úr. Mi van? Telefonálgat, szervezked, rendezked, konspirálni, több investálni. Mire készülsz már megint? Mi lesz itt már megint? Jaj, papa, hiszen tudhatnád, hogy holnap után este hivatalos hozzánk a főtanácsos asszony vacsorára. Egy ilyen fontos eseményhez meg kell teremteni a feltételeket. Mert ha én egyszer estét adok... Tudod mi, mama? Tudod mit? Te nekem ne estét adj, hanem adj még egy kis fröccsöt. Jó. Tudod, papa, a mi vagyoni helyzetünk, meg most, hogy egy ilyen szép villába költöztünk, na meg hát a társadalmi pozíciónk, hát az igazán megköveteli, hogy egy kicsit előkelőbben éljünk. Már megbocsáss, mama, de így nevelt engem az apám első Schneider Mátyás, aki már 1867-ben cégmester volt. Tudod te mi ez, mama? Az, hogy én akár az összes teherszállító autómra kiirattatottam, hogy
Schneider Mátyás autófuvarozó vállalat alapítatott 1867. Egészségünkre, mama. Egészségünkre. Apa, ki lötyögtetted a szőnyegre? Ne szőnyegre te engem, mama, nem is a szőnyegre csöpögött, hanem a nadrágomra. Az én családom rendes család 1867 óta. Egészségünkre, mama. Egészségünkre. Több vörös nincs, mama? Hát van, de azt félretettem a terkának. A terkának? Hát az már. Ami a terkája, az a terkája, azt ne bántjuk. Így is eleget gürcöl. Na de miért gürcöl? Hát csak, hogy ő nem a szénnél gürcöl, mama, hanem a teniszpályán, a huszodában, az öt órai teján. Mindent a Nagy András csinál helyett. Micsoda? Az a sofőr? Az a senki? Az a Nagy András? Hát az a Nagy András nem senki, mama. Az a Nagy András kemény, dolgos legény. Neki vannak a legjobb ötletei. És ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mi volt a téncégem másfél évvel ezelőtt, amikor a Nagy András magamhoz vettem, és micsoda ma... De túlságosan sokat jár ez a terka nyakára. Egy Schneider Mátyás lánya, akiért majd meghal a szerelemtől egy fő tanácsos unoka... Na, a makat! Makács? Rá nem, mert a makat volna, annak volna valami értelme. Vagy makat, vagy takát. Ez se nem makat, se nem takát, hanem makát. Egy a makács Csaba? Hát Csaba! Azt hiszed, hogy nekem tetszik az, hogy Csaba, a Csaba nem is név, a Csaba az egy vasúti csomópont. Papa, ne felejtsd el, hogy ennek a nagynényétől függ a városi szemétszállítás. Ja, a szemétszállítás, az már igaz, mama. Na lát, Jézus Mária, hát nem is ebédeltünk, és mindjárt itt a makács, és hol marad a terka? Ne, tudom. Megyek, szólok Júlcsának. Júlcsa! Ami a terkáé, a terkáé. Ami a mamáé, az a mamáé, ami az enyém, az pedig az enyém. Kezét csókolom, papa. Hol késtél, Terka? A mama már nagyon izgult miattad. Na csak, hogy itt vagy, Terka. Hol van a makács? A makáccsal elkerültük egymást. Na csános úr, kérem, tálalok! Na végre egy okosztó. Mit teszünk, Júlcsa? Libát, nagyságos úr, libát! Majd hozzon egy pár fiatal hagymát is hozzá, lehet közte egy pár idősebb is. De nagyságos úr, hagymát a libához? Mit szól majd a nagyságos asszony? Majd elfordulok tőle, tiszta haszony. Megbeszéltétek, hogy teniszezni mentek a makáccsal. Hogy megbeszéltük azt túlzás, csak te beszélted meg vele, de én máshogy teniszeztem. Értsd meg, Terka, hogy ennek a nagynényétől függ a városi szemétszállítás. Hányszor megmondtam, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát? Majd ezentúl Ibolyával meg Kökörtűnnel fogom edni a libakültet. Ebben az egyben igaza van a mamának. Ha ezt megkapjuk, te leszel a leggazdagabb lány, persze. Akkor menj vele teniszezni, te! Teniszezni? Az is egy sport. Alszózni, ha mert tönkre vered. Hipodrom! Jaj! Jaj! Köszönjük szépen! Hipodrom! Egészségére! Hipodrom! Micsoda? Hipodrom! Mi az? Hát kint van egy ember, az azt mondta, jöjjek be, és csak annyit mondjak, hogy hipodrom. Jó van, de hát mi a neve? Azt nem mondta, csak annyit mondott, hipodrom. Nem Hipolit? Hát úgy is lehet mondani, kérem, de nincs értelme. De mama, ki ad a hipodrom? Hipolit? Felvettem egy inast. Micsoda egy inast? Egy komornyikot? Dehogy komornyi, inast. Meg akartalak lepni vele. Hát sikerült, mama, sikerült. De ugye papa nem haragszom. Én dehogy haragszom. Csak úgy kirúgom, hogy még a lába se érő a földet. Dehogy rúgod. 17 évig szolgált egy grófi háznál. Hát itt nem fog olyan sokáig szolgálni. Ideje, hogy változtassunk az életmódunkon. De hát az Isten áldjon meg, mama. Egy komornyik a mi környezetünkben. Hát de miért komornyik? És mi bajod neked a mi környezetünkkel? Rózsadom! Hát kell lennél szebb környezet? 8 szoba. Szép bútorok. Hát itt van például ez a trümó. Hát kell lennél szebb trümó. Vagy a festmények. Hát ez a Vezúv kitörése. Hát kell lennél szebb kitörés. Vagy ezek a
hol idíztek a pompomokkal? Kellene kezdeni ott össze pompomok? Hát, Tóbiás, hívja be. Papa, vedd fel a zakódat. Ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Úgy kirúgom, hogy... Pardon? Szabad? Parancsoljon, uram. Köszönöm. Tessék helyet foglalni. Köszönöm. Nagyságos asszonyom, uram, kisasszony. Szóval, egy szóval kegyed ad? Igen, kérem. Én volnék. Mondjatok, barátom, hogy is hívják magát? Hippolitnak szolgálatára. Jó van, de hát mi a keresztneve? Azt mondanám, kérném szépen, Hippolit. Acsai Hippolit szolgálatára. Hippolit. Sosra nem fog eszembe jutni. Pardon, ha megengedi. Parancsoljon, uram. Szólj már te is valahogy, mama. Szóval akkor ön belép hozzánk. Parancsára, asszonyom. Mert mondhat az én házamra akárki, akármit, de azt nem mondhatja, hogy nem úri ház, és hogy nem régi. Mert akinek az egyik őse első Schneider Mátyás, már 1867-ben fuvaros, jelentős állást töltött be a... Talán a diplomáciánál. Majdnem. Izé volt ott a képeni. Igen, és erre tetszik gondolni, kezében az ostorral? Arra, barátom, arra. Az ostor. Az határozottan a kezében van neki. Szabad megjegyeznem, hogy valószínűleg szenvedélyes urkocsis volt. Szabad, barátom, szabad. Urkocsis. Határozottan urkocsis volt. Ugye, mama? Igen. Határozottan. Szép régi családi kép. Valószínűleg a Manyoki iskolából került ki. Entschuldige, mama. Was für eine Schule war dort in Manyok? Ich weiß nicht, papa. Adam Manyoki ist ein großer der Gestalt der ungarischen Maler. Németul is tud, ezentúl majd egy szó sem lehet előtte beszélni. Mányok. Igen, persze, mányok. Én mindig is mondtam, hogy ez egy nagyon szép és értékes kép. Tudja, csak 2 hete költöztünk ebbe a villába, és vannak egyes limlomok, amiket úgy vettünk át a régi tulajdonostól. De itt van például ez a Vezú kitörése. Hát valóban meglátszik, hogy úgy méltóztatott átvenni. Ez valóban limlom, nagyságos asszonyom. Limlom? Hát igen, limlom, majd kicseréljük. Úgy is mondtam a családomnak, hogy egyes dolgokat ki akarok cserélni, de mondja csak, mi a véleménye erről a trümóról? Minden bizonnyal az, ami a nagyságos asszonyomé. Szerintem ez nem eladni való. Valóban, nagyságos asszonyom, ennek az eladásával felesleges foglalkozni, hiszen nem képvisel jelentősebb anyagi értéket. Bátorkodom ajánlani, méltóztassék elajándékozni valami egyszerűbb filiszter familiának. Úgy van, igen. Oda ajándékozunk minden filiszteréknek, ami nem ide való, és majd összeérjük, ami itt marad. Kérem, tehát eddig marad a kép az ostorral. Igen, a kép. A többit azt maga már tudja, ugye? Igen, kérem. Tehát a pútolzatot kicseréljük, olasz reneszánsz megfelel. Olasz? Rezonánc! Esetleg barokk. Igen, előkelő stílus. Igen, előkelő. Nem beszélve az ön stílusáról, kedves Hippolit. Szabadna tudnom, hogy akkor én föl is jegyeznék mindent. Jegyezzetek, barátom, jegyezzetek. De mit is akar jegyezni? A házirendre vonatkozólag szabadna tudnom, hogy nagyságtól mikorra óhajtja a fürdőt? Hát részemről vasárnap. És hétfőn? Hány órára?
8-ra. Meleg vagy hideg fürdőt? Hát ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. Aztán úgy össze-vissza. És nagyságos asszonyom? Én a férjem után szoktam. Szóval, hogy 3:45-kor. Utve? A reggelit az ágyba, vagy a fürdőszobába óhatják? Hát az ágyba. Meg a fürdőszobában. Mindenhol legyen reggeli fürd. Áll le, fel le. És a masszőz hány órára jön? Kicsoda? A masszőz. Tudod, aki minden nap ide jön. Ja, az jön. 9-re. Este 6-ra. Reggel. Reggel. Azt kérem, ha megígéri, az jön. Az olyan. Az jön. Azt kérem, ha jön, egész nap itt van, sőt, itt is, azt is sok. Nagyságos asszonyom, naturalmente diétát tart. Mit kérem? Fogyókúrát. Persze. A diéta ellenőrzését tessék rám bízni, szigorú leszek. A grófnő is így szokta volt annak idején, olykor 2 hétig csupán saláta és uborka. Reggelente pirított kenyér és 1 alma. 1 alma? Nagyságos asszonyom, e kérdésben könyörtelen vagyok. Nagyon helyes, úgy kell neki. Akkor most engedje meg, Hippolit, hogy az elhangzott házirendet én is kiegészítsem egy némely aprósággal. Részemről hajnali 6-kor kelek, és rögtön megiszom 2 narancs kisajtolt levét. Fürdő 17:45, fódasipür, toalettvíz, damurszappan és 3 csepp Jordán rózsaolaj. Fürdő után kilovagolok, utána a holland reggeli, után norvég reggeli. Korán reggel nőegyet iszem még álmaházakban, tolonczházakban, szegényházakban, színházakban és egyéb nyomorúságos helyeken. Délben Löncsarifben, utána autózás a budai hegyekben, utána vizitelek Pesten. Az esték. Hétfő házi kamarazenekedden, bridge party szerdán, divat bemutatók csütörtökön, spiritista szeánsz, pénteken fogadások, szombaton Gundel vacsora, vasárnap pedig... Pardon? Irodalmi szalon! Teka, várjál csak egy kicsit! Teka! Bizony! Méltóságos uram! Kérem, ön összetéveszt valakivel. Már megbocsásson, méltóságos uram, de hogy tévesztették össze valakivel is egy Wittenfeld Fenicei grófot, a volt gazdám, ifjú barátját, akit már 17 éve ismerek. Kérem, Hippolit, erről itt egy szót sem. Remélem, számíthatok a diszkréciójára. Méltóságos uram! Nem vagyok méltóságos. Tekintetes vagyok. Tisztelt című, TC, Nagy András, Schneider-féle fuvartelep. Értem, kérem. Ne vigyorogjon, kérem, mert nem érti. Ugyanis én nem utaztam el Afrikába, mint ahogy az a személyi hírek között megjelent. Azt látom, méltóságos uram. Hanem egyszerűen tönkrementem. Egy álmak rajcáron sem maradt. És miután az embernek csak élnie kell valamiből, hát elhatároztam, hogy dolgozni fogok. Hát, méltóságos uram, nagyon el lehetett keseredve. 5 nyelven beszélek és írok. Mégsem kellettem egyetlen bankba sem, mint levelező. Egyetlen szállodába sem, mint szobafőnök. Nem kellettem senkinek semmire. Úgy látszik, túlságosan előkelő voltam ahhoz, hogy mint munkaerőt komolyan vegyenek. Meg kell a szívnek hasadni. És miután a nyelvöken kívül semmi egyebet nem tudok, csak autót vezetni és szerelni, hát megvettem a hajdani sofőröm igazolványát, és beálltam a Schneider-féle fuvartelepre, mint Nagy András sofőr. De ha ne adj Isten, ki tudódna valahol? Méltóságos uram, én nem fogom elárulni. Hát akkor először is nem méltóságozzon állandóan. Egymás közt se? Egymás közt pláne. Ami volt, elmúlt, Hippolit. S higgy el, hogy nekem nem is hiányzik. Legfeljebb a régi bútoraimat sajnálom egy kicsit. Ma délután árverezik őket. Megnyugtathatom, nem kerülnek méltatlan kezekbe, méltóságos uram. Isten adja, Hippolit. Isten adni fogja, méltóságos uram. Akkor remélem, megértette, hogy erről egy szót se. Nőügyekben soha, méltóságos uram.
Hogy nővigyekben? Már megbocsásson, de amikor egy fiatal arisztokrata álnéven dolgozik, történetesen egy olyan helyen, ahol a házi kisasszony gyönyörű, szép és dúsgazdag. Kérem, Hippolit, azt hiszem, hogy ön túl sok operettet látott. Bocsánatot kérek, méltóságos, nagyságos uram. Jó napot! Kezét csókolom. Itt vannak az akták? Igen, kérem, ahogy parancsoltam. Köszönöm, foglaljon helyet. Mondja, megnézte a Kazalinszky kastélyt? Sok bútorok van, nem? Nem csak az a baj, hogy sok, hanem őrült monstrum bútorok. Francia barokk és német reneszánsz. Tessék? Semmi, csak folytassa. Továbbá van egy férfi háló, egy női háló és két vendégháló. Az egyik vendégháló intarziás hollandi, a másik pedig éketes tájér parasz bútorok. A férfi háló késői barokk, a legörültebb faragványokkal. A női hálóban pedig van egy 15. Lajos korabeli remek ágy. 2,26 méter széles. Kézi festés. Csupa korabeli miniatűr. Gyönyörű lehet. Majd megnézem. Előközében egy remek faun. Egy kapálózó nymfával. Szinte hallja az ember, ahogy az elraboltatás ellen tiltakozik. De azért... ott ül az arcán a vágyakozás. Igazán? Nagyon érdekes lehet. Hallatlan érdekes. Majd mutatok rajta néhány, bocsánatot kérek. Csak a telefonért jöttem, bocsánatot kérek. Elnézést. Hát ez remek alak becsület szavamra. Hippolit? Ismeri? Csak úgy látásból, futólag. Most, amint hallom, itt van alkalmazásban. Itt és bejön és meglát minket és becsukja az ajtót. Hát... talán azt gondolta, hogy zavarja a tárgyalást. A tárgyalást? Ugyan kérem, ez azt hiszi, hogy amit megszokott a bróféknál, az, hogy... folytassuk, kérem. Szóval az a miniatűr olyan szép? Igen. Szóval az a kapálózó nymfa... igen, igen, ezt már hallottam. Ilyen őrült rácsukja az ajtót. Folytassuk, kérem. Igen. Holna még... két velencei tükör és egy muránói üvegcsillár. Mondja, honnan veszi maga az ilyeneket, hogy muránói csillár? Hát látom. De honnan tudja? Meg honnan veszi az égetett stájert, meg az intarziális hollandit? Hol tanulta? Pardon, intarziás. Hát, ha az ember jobb helyen volt sofőr... akartam is mondani, hogy unom, hogy mindig maga sofíroz. Szeretnék megtanulni vezetni. Hajlandó nekem egy-két órát adni? Miért nem jó az magának, ha én vezetek? Mert nem. Komoly sport, s aki gyalog, baraggol, hogy milyen nehéz, nem is jön rá soha magától. Aki autón járni óhajt, elvizsgát tesz, hogy jól hajt, mert az úrvezető legyen, és nem pedig egy úri fület, cintább mit ugrálsz. Azért ne hozzon lázba, mert a most mélyen a gázba, mert a szelepei elszelenek, össze-vissza kelepelnek, ráz az egész váz. Kérdéses a bekanyarodás, kerekedibás, vagy valami más, és ha nem volt balesetet még, azt szereti jó a fék. Aki autón járni óhajt, előbb is át tesz, hogy jól hajt, mert az úrvezető legyen ügyes, nem pedig egy ugrifüves tintát, mit ugrász? Miért kell önnek tanulmány, az csupán csak kovolmány, hogy egy nőnek minél előbb jó a sebesség? Aki autón járni óhajt, elővizsgát tesz, hogy jól hajt, mert az új vezető legyen ügyes, nem pedig egy ugrifüles tétrád, mit ugrálsz? Azért ne hozzon lázba, mert a most mélyen a gázba, mert a szelepei elszelenek, össze-vissza kelepelnek, ráz az egész várc. Kérdéses a bekanyarodás, kerekedibás, vagy valami más, és ha nem volt balesetet még, azt szereti jó a fék. Aki autón járni óhajt, előbb is át tesz, hogy jól hajt, mert az úrvezető legyen üres, nem pedig egy ugrifüles, bíbdád, mit ugrálsz? Bíbdád, mit ugrálsz?
dibdáb, mit ugrálsz. Na, itt meg mi történt már? Megint költözünk? Na, ha nagyon villába húzzakadunk, én beadom a felmondásodat. 8 szobánál többet nem vállalok. Most ezekkel mi van? Ezt a szivakottak, ez a maradéka. Na, amíg nem szólok, én hozzá se nyúlok. És hozzám? Hát, amíg te se szólsz, hozzá se. Na de most... Szólok? Akkor vigy egy nagy levegőt, Júlcsa, hogy kitartson. Mi az, kérem? Mi folyik itt? Micsoda erkölcstelenség! Semmit köze magának hozzá! Na elég, elég, lányom. Hogy hívnak? Júlcsának, na azt! És téged? Tóbiásnak, mi? Na, ide figyelj, Júlcsa és Tóbiás. Mától kezdve ebben a házban én vagyok a főlakály. A ti parancsnokotok. Első a fegyelem! Sorakozó, sorakozó! Vigyázz! Első a jó modor! Második a fegyelem! Harmadik az erkölcsösség! És nem utolsó sorban az engedelmesség! Most pedig átalakítjuk a lakást! Amire rámutatok, azt kiviszitek. Meg vagyok értve? Utánam! Thank you.
hipodrom. Hogy neked milyen ma lesz pofádban így bajusz nélkül? Te csak ne röhög! Hát azt hiszed, különből festesz? Hát úgy nézel ki, mint egy behavazott ravatal. Igen, és elegáns vagyok. Jó ideáj vannak ennek a Hippolitnak. Na, ne mondj ilyet, mert körbe röhöglek, mint az éjszakai tolvajt a veszek kutya. Még, hogy ideáj. Igen, és ideáj. Hát akkor ne ideáj, hanem amodáj. Érted, Isten? Hát, szóval a hippodrom is megmondta, hogy az én agyam a Peci piáló képessége sokkal gyorsabb, mint a tiéd. Na, attól még hülye maradsz. Lefejjön gyorsabban. Egyszerűen csak szemet vetett rád ez a lópofa. Na, az, hogy van, semmi között hozzá. Nem is lópofa. Inkább olyan... szép, szomorú, birka szemét. Mert így innen, mert hanyatoklak, mint bikazit a továjút. Hát mit képzelsz te magadról? Azt, hogy most már belső kombonya lettem, azt nem állok szóba ilyen zsatyarákkal, mint te. Nagyon beképzelődtél, Julcsa? De vigyázz, mert úgy jársz majd, mint egyszer belindekik a zsidombrádon. Miért az, hogy jár? Hogy? Gyalog. Elfelejtetted a mi kis szülőfalunkat? Elfelejtetted, hogy mit éreztél, amikor először voltunk az istálló mögött? Nem, hogy felejtettem el. Hát, mit éreztél? Te ágyaszagot! De ugye jó volt. És a nótánkat is elfelejtetted? Na, hogy felejtettem el, te barométer! Csak cukollak! Otthon nálunk a faluban, mostanában van egy csoda slágerdal, helye húja haj. A kis bíró kidobolta, hogy mindenki ezt tanulja, öt-kettő, de kukoricak sem. Bőn a tekint, nincs alap a fej, és kocsukrák a fej. A fej, és a szúrás kap szegény, ha megteg az idő. Rí a csibe, meg nem én a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Kák a tövén, ha felhangzik a melódia. Rí a ruca, mert van neki egy barom. Bők a tehén, meg nincs kalap a fején, és a fúrás kap szegény, ha meleg az idő. Amikor én szerepelek, a kecske is belemeke. Meg. A fene egye meg. A malac is kinn az olban, beleröfög, persze molban, röf. A tehén, meg nincs kalap a fején, és a szúrás a szegény, ha meleg az idő. Rí a csibe, mennem én a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Kák a tövén, ha felhangzik a melódia. Rí a rúcsad, mert van neki egy barom fia. Bőrük a tehén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás nap szegény, ha meleg az idő. Ha látok egy falumbeli, számomra örömteli, de ha másik községbeli, akkor is egy jó vidéki. És ebben a nagyvárosban, hol nincs tücsök és nincs szöcske, legalább mi vidékiek, ugorjunk hát néha össze! Hopp, hé, hopp! Thank you.
fogunk két szép szemmel, vagy tűzva. Jaj! Tessék mondani, jó helyen járok? Jaj! Tessék mondani, ez a Schneider Zilla? Mátyás! Jaj! Ez a Schneider Zilla? Megjöttél? Na végre! Mama, mi történt ebben a szobában? Hogy néz ki ez a lakás? Hát az ember a saját lakásában sem ismeri ki magát. Mi történt itt? Mit szólsz, Mátyás, milyen gyönyörű lett? A főtanácsos asszony nem panaszkodhat? Igazán jó helyre nősül az unoka öccse. A holnapi vacsorán ki kell ugratnunk a nyulat a bokorból. Mi az? Nyulat is vettük. Fel kell hívni még egyszer telefonon a főtanácsos asszonyt. Na, mit ülsz itt ilyen bambán? Vedd fel a smokingodat, tudod, hogy így nem ülhetsz az asztalhoz. Mindjárt szervírozzák a szupét. Hogy mit csinálnak a micsodával? Szervírozzák a szupét. Ideje, hogy te is estéi dresszbe öltözz. Dresszbe? Hát mi vagyok én? Futballista. Te meg hogy nézel ki, mama? Bárba megyünk? A szupéhoz öltöztem fel. Nagyon jól tudod, hogy a gróf is minden este... A gróf engem nem érdekel, mama. A smokingot pedig nem vetem fel. Mátyás, felveszed a smokingodat. Hát ide figyelj, mama. Az, hogy kicseréltétek a gyönyörű bútorainkat, és nem ismerem ki magam a saját lakásomban, rendben van. Az, hogy szupénak nevezed a vacsorát, rendben van. De az, hogy én a saját magma pörköltem tiszteletére, kiöltözzek, azt már nem, soha, értettem, mama? Soha, soha, de soha nem fogok... Mátyás! Veszem már, mama. Tönkretették hátralévő kevés életem, likvidálva lett a jó kipróbált kényelem. Megjelent a szellemény és folyton kódorog, Sátán fajzat őzőt noktató egy rút móló. Nem bírok a lakályom, bírok már, ha látom, ő miatta zabálom, frakban a faraj. Rámegy még az agyamra, ráugrom szavamra, kétszer meg lesz harapva, ha-ha, nézhet akkor majd. Végzek vele, felaprítom a testét, nevetve, kinn a kerbe elátok, törnyűtet belátok, nyugalmas lent lakázom, mert el lesz temetve. Megvémít és megvémítő ahányszor belép, hipnózisra használja a kuat két szemét. Addig kínod, addig jár a nyakamra erőm, amíg meg nem oldom őt a nyaka közepén. Mert nem bírok a lakállyal, rásújtok lapáttal, ászóval meg papával, meggyomlálom én. Megmérgezem, kivégzem, én őt már kinéztem, legjobb lesz az egészben, hogy elhűl majd a rét. Tűzbe lököm, szép lassan rokogótra pörkölöm, meggyilkolom szerényen, elég elében, kanalam villám a késem, szívébe döföm, hely, szívébe döföm, hely, szívébe döföm, hely! Jaj!
Szabadna tudnom a ma esti programot. Este paprikás csirke lesz, nem? Úgy értettem, itthon tetszik maradni, vagy inkább a művészet iránt méltóztatik érdeklődni. Mivel? Előkelő urak, bizonyos élemedett korban, lelkes pártfogói a művészetnek. Minek? A művészetnek. Ja, annak igen, annak. Szabadna a hölgy nevét és címét. Na most minek kell az? A gróf úrnál is én szoktam gondoskodni az apró figyelmességekről és a virágról. Virág az lehet, az lehet. A hölgy neve? Mimi. Ah, Mimi. Mimi. Rámenős tüzes hölgy, tavaly Rapoport báró barátnője volt. Remélem, jól vagyok informálva. Hogy ne, jobban, mint én. A hölgyet ismerem, a telefonszáma... Na, mennyi? Tesszük, ha mennyi? 435-15. 435-15. Tümel. Akkor én mindjárt fel is hívom. Nem. Isten őriz, nem. Itt nem vagyunk a gróféknál. Innen nem szoktunk semmilyen kis mimikéknek telefonálgatni. Kérem. Parancsolja, Mimi 435-15. Hallatlan. Halló, központ. Kérem a 435-15-öt. Köszönöm. Egyelőre még nem rúgom ki ezt a Hipolitot. Halló, Mimi kisasszony. Kedit csókolom, itt Schneider Mátyás. Örülök, hogy a véletlen így összehozott minket. Hogy mit tetszik mondani? Hogy ez nem véletlen, hogy pont maga? Hát persze, a véletlen, hogy összejöttünk, de az egyáltalán nem véletlen, hogy pont maga. Hát én is ezt mondom. Hogy ki tetszik? Hogy mi tetszik? Hogy betetszik? Hát ez nekem is nagyon tetszik. Hogy a Hipolit? Hol? A Kolibri bárban? Hát ez nem volna tanács. Tanácsos azt mondja, tessék 8 órára idejönni. Igen, Schneider villa. Rózsadomb. Apostol utca 2/B. Igen, tanácsos azt mondja. Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Na, mit mondott a főtanácsos asszony, eljön holnap? Hogyne, persze. Nagyszerű. Hát és? Mit? Na én? Hát mit mondott még? Nem mondott semmi biztosat, de biztatott. Határozottan biztatott. Nagyon jó. Én ennek örülök, mama, hogy itt te így örülsz. Hát hogyne örülnék? Hát én mondom, hogy örülsz. De nálam meg itt volt a masszírozónő. Na én? És azt mondta, hogy legyek nyugodt, le fog engem dolgozni 48 kilóra. És? Hogy csak bízzam rá, számomra ezentúl teljesen új élet kezdődik. Micsoda új élet? Reggel 6-kor kell kelni, aztán 2 óra uszoda, majd egy csésze teja, de minden nélkül. Utána 2 óra séta a hegyekben. Na látod, mama, a hegyekben. Hát kell lennél szebb, mint a hegyek. De aztán jön az ebéd. 10 deka vízben főtt borjúhús, 2 szorzatlan burgonya meg saláta. De olaj cukor nélkül. Csak citrommal. Hát az jó, mama. Én is úgy szeretem, citrommal. És ebéd után alvás? Na, az nincs. Hát mi van? Szobatorna van, papa. Hogy az ember a feldolgozott kalóriákat megint ledolgozza. Erre való a szobatorna. És mi ez a szobatorna, mama? Na, gyere, majd megmutatom. A szobatorna az az, hogy le kell feküdni a földre, úgy, hogy a lábakat olyan magasra csúsztatni a falra, amilyen magasra csak tudom. Mi? A lábadat a falra? Oda. És aztán egy újság vasárnapi számát széttépni, szétszórni a szobába, és utána egyesével felszedegetni. Hát ez sok, mama. Ami sok, az sok. Ugye, papika? A lábadat a falra, az nem nehéz, azt csak csináld, mama. De a vasárnapi újság... Az a sok. Majd én megmondom annak a matírozó nőnek, hogy elégedjen meg a keddivel. Pardon, elnézést kérek, elnézést. Csak a cipőjét akartam befűzni. Elnézést, nagyságos asszonyom.
Szabadna tudnom a ma esti programot, itthon méltóztatnak maradni. Nem, nem, nem maradunk. Ugye, Mátyás, nem maradunk itthon. Mi? Színházba méltóztatnak menni. Igen, oda méltóztatunk. Az operában a Toszka megy. Megfelel? Hogy ne felelne meg? Hát az a kedvencem. Kérem, fáradjanak át. A szupé tálalva van. Hippolit, üzleti megbeszélésem van Nagy Andrással, kérem, senki ne zavarjon, mindjárt itt lesz. Parancsára. Mondja, Hippolit, ismeri maga ezt az embert? Melyiket parancsára? Ezt a Nagy Andrást. Hát úgy látásból, úgy futólag kérem. Igaz, hogy ez az ember egy sofőr? Sofőr? Egy közönséges sofőr? Azt nem mondanám, hogy olyannyira közönséges. Hát milyen? Nem, milyen? Hát nem közönséges, kérem. Nem volt mindig sofőr? Eleinte más volt? Eleinte feltétlenül más volt. De mi volt eleinte? Eleinte gyermek volt. Kérem, kisasszony, szabadna megjegyeznem, hogy ma estére rezerváltattam Páholyt az operába. A Toszka megy, kérem. Hát ez őrült komikus. Mi olyan komikus? Semmi. Csak megláttam ezeket a búzorokat és... Ezek a bútorok eleinte máshol voltak, és most egyszerre csak itt vannak. Foglaljon helyet. Megnéztem a munkakönyvét. Remélem rendben találtam? Rendben. A legremekebb főúri körök. Wittenfeld, Szenicei gróf. Tessék? Ott 3 évet töltött. Kalotai báró 3 év. Özvegybárok, Hargenstein, Tassilóné 1 év és 3 hónap. 4. 3. Biztosíthatom, kérem. És mi volt a Tassiló lánnyal? Semmi. Kis túra út, csevegés, kapálózó nymfa, na? De kérem. Kis sétakocsikázás, holdfényben, romantika, fej a várra, karanyag köré. Soha? 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 Hogy merte? Hogy merte? Ereszel a kezemet! Nem ereszem. Ereszel vagy megbánja? Nem bánom meg. Azt bántam meg, hogy nem fogtam meg hamarabb. Hogy nem mondtam meg rögtön az első napon, amikor megláttam, hogy szeretem. Hát most mit csináljak? Térreljek le, szavaljak, suttogjak, hogy értessem meg magával, hogy szeretem? Sehogy. Én értem. Az a legszörnyűbb, hogy értem, és mégsem vagyok képes kidobni magát. Nem is lehet. De lehet. Nekem csak ki kellene szakítanom magam a maga kezéből. A Cici nem tudnám. Hát próbálja meg. Nem tudom megpróbálni. Az a szörnyű, hogy meg se tudom próbálni. Mert szeret. Mert maga is szeret. Nem igaz. Na most már aztán elég, nem lehet, hogy maga mindig csak csókoljon és sókoljon. Ezt valahogy el kell intézni, tudja mit? Mit? Én határoztam. Halljuk. Hozza ide a kofferját. A koffert? Hozza ide, pakoljon be 2-3 hétre és jöjjön értem. Érti? Értem. Ajánlom magamat. Kisasszony? Makás Csaba úr van itt. Na, engedje be azonnal! Ne hagyja a makát! Köszönöm!
Köszönöm! Mátyás, gyere gyorsan itt a Makács úr! Nagyságos asszonya! Hát kezét csókolom! Jaj, de örülök, hogy itt van, kedves Makács úr! Elhiszem, kérem, mi sem érthető bennél. Bombon? Köszönöm. Ennyi. Uram! Jó napot! Üdé! Na mi van? Hogyha mi van, Schneider úr? A kedves felesége felhatalmazott, ha nincs jobb dolgom, látogassak el önökhöz. Aha, szóval a feleségem felhatalmazta. És mondja csak, nincs magának fontosabb dolga? Momentán? Nincs. Mert Isten őriz, hogy feltartsuk. Nem tartanak fel, de facto ide készültem. Jaj, hát akkor foglaljon helyet, kedves Makács úr. Köszönöm, asszonyom. Ám bár itt valami nagyon furcsa, ha nem csalódom. De csalódik. Itt nem valami, itt minden furcsa. A bútorzat. Ó, hát észrevette. Kicserélődött, nem de bár? Sok szeme van az ördögattán. Átrendeztük a lakást. Rá is fért, kérem. Tessék! Ijesztő volt, hogy a régi villatulajtól átvették azokat a régi kacatokat. Kacatokat? Meg hogy ijesztő volt? Hát mi volt itt olyan ijesztő? Azok a firlefrancok, amiket most éppen helyesen tesznek fel a teherautóra odakint. Firlefrancok? Igen, persze, gondolom nem véletlenül akart megszabadulni. Én? Még hogy én? Persze, gratulálok, az a bóli asztal, meg az a fali pompomok, már elnézést a szója, de okád, ík egy darabból, na meg nem is beszélve az unszolmír lavorszekrényről, valahol... Na, mit a trümó? Hát valahol itt állt az undor, ha jól emlékszem. Az undor most is ott áll. Na, de kérem! Mit kérem? Én kérem! Kikérem, hogy micsoda, magának az én gyönyörű trimóm undor? 30 évet dolgoztam éjt-nappal át éve, míg megvehettük azt a gyönyörű, albánlábas trimót. És maga meri sértegetni? Maga, aki egész életében nem dolgozott, semmi? Mátyás, miért kiabálsz? A Schneider úr kikelt magát. Hogy ne keltem volna ki? Mit képzel, kérem? Azt hiszi, hogy ön felér az én gyönyörű, albánlábas trimómmal. De hiszen kidobta, nem de bár? Én nem dobtam ki, én magát fogom kidobni. Ne nonozzon, hiszen maga nem tudhatja, mi egy ilyen gyönyörű trimó. Maga még nem dolgozott életében semmit. Nem kérem, de az nekem nem is meggyőződik. Micsoda? Hát az, hogy nekem dolgoznom kellett volna, mert ugye bár dolgozik-e vajon a kedves pillangó? Dehogy dolgozik, nem dolgozik, Makács úr. És mégis mindenki szereti, jól mondom? Jól mondja, remekül, Makács úr. Ne kontrázd a pillangónak, mama, nem jól mondja. Mert az a pillangó, aki undorodik az én gyönyörű, albánlábas trümómtól, az a pillangó repüljön egy házzal odébb. Hát, ha a Schneider úr úgy gondolja... Dehogy úgy gondolja. Ugye, papa, nem úgy gondolom. De úgy gondolom. Hát a Schneider úrnak jobb véleménye van egy vacak trümóról, mint róla, aki igaz, hogy haszontalan pillangó vagyok. Jaj, de hát ki mondta, hogy a pillangó haszontalan. Vegye tudomásul, hogy szerintem a pillangó az egy nagyon derék állat. Szép állat. Feltűnően tetszett, és ha nem veszi szerénytelenségre. Akár csak maga igaz. Hát mi tagadás, Schneider úr, nem véletlenül voltam bátor élni a hasonlattal, mert ha nem is robotolok napestig, nekem is van némi felmutatnivaló. Nem vagyunk rá kíváncsiak. Jaj, dehogy mondom. Nagyon is kíváncsiak vagyunk, csak hadd tudjuk meg, mi az, amit fel tud mutatni. Mert van valami, ugye? Nem szeretnék kérkedni. Na jó, ha halljuk már, miről van szó. Hát lehet kicsit bizarrul fog hangzani, de felső testemről van szó. Hogy micsoda? A felső testemet tudom felmutatni tisztelettel. Mit tud a felső testet felmutatni? Nem itt kérem, hanem Trieste-ben íme megjelent a Színház élet márciusi számában is. Hogy micsoda? Hogy Makás Csaba úr a Trieste-i nemzetközi szalontánc versenyen elnyerte Közép-Európa szebb férfi felső testének díját. Az aranykakas! Azért ez valami, nem? Nézem, Akács úr! Lehet, hogy én tévedek, de az ön felső testénél ötször szebb az én gyönyörű albánlábas trümóm! Hogy mondhatsz ilyet, Mátyás? Itt a fénykép, ahogy áll a dobogón.
Ez itt maga? Pardon, nem kérem, az ott a kezemben tartott aranykakas. Ez meg a dobó? Nem, az ott én vagyok, amit olvasható a kaszinóklub benevezett a világválogatóra is. Képzelem, hogy oda pánik van most Nyugat-Amerikában. Na, miért lenne, kérem? Hát, hogy jön a makát a közép-európai felső testvér. Szóval ön szalontáncos? Ez csak passzióból, ugyebár. És akkor ott a tengeren túl is táncolni fog? Abszolút, te hölgyem, abszolút, te. Sajnos a telka kisasszony még nem volt alkalmam elkápráztatni táncudásom, ami soha nem jelenik meg a rendezvúinkon. Kérem, a lányunk nem jár semmiféle rendezvúra. Nem. Ott semmi helye, Trieste-ben. Nem ott kérem, hanem hívtam már pesti mulatókba. Kérem, mi nem járunk semmiféle mulatókba, az nekünk nem stílusunk. Mondja csak, Makács úr, de ez valami úri tánc, ugye? Modern koordináció, de facto a felső testre helyezve a hangsúlyt. És milyen zenére koordinálja így a felső testét úgy de facto? Ez szabad? Persze. Köszönöm. Schneider úr. Megmutatni a terka kisasszonynak is! Fölöslegebb fáradni a makácskám. Mi most láttuk, és majd elmeséljük nekünk. Igen, de egyébként a kislányunk szíves üdvözletét küldi önnek, Makács úr. És más nem üzent? De igen, ő üzent. Ugye, papa, hogy üzent? Még hogy üzent, de miket? De miket? Esetleg szabadon tudom, mit üzent? Nem szabad! Nem akarjuk, hogy elvízze magát, kedves Makács úr. Mátyás, igen? Nem kéne neked rendbe szedned magad? De igen, Arankám. Meg is nézem, mennyit fejlődött időközben a felső testem. A győ aranykakas. Nem én vagyok az aranykakas. Nem én vagyok az aranykakas, hanem a díjam. Nem mindegy. Állat, állat. Tudják, kérem a kártyavárom. Jaj, kedves Makács úr. Most, hogy ilyen szerencsétlenül elkerülték egymást a lányommal, nem lenne kedve este velünk tartani az operában? És egyben megkérném, hogy vegye rá a kedves nagynényét, a főtanácsos asszonyt, hogy a holnapi estén tisztelje meg jelenlétével. Én köszönöm a meghívást. Át fogom adni, kezét csókolom, ajánlom magam. Viszlát! Mi az ott a kezében? A délutáni posta, nagyságos asszonyom. Posta? Tálcán? Hát már azt hittem valami ennivalót hoz. Van az úgy, hogy némelyik hölgy olykor szeretne amáliázni. Mit kérem? Bocsánat, a grófúréknál így mondták, amáliázni. Volt ugyanis a családnak egy rokona, idősödő hölgy, bizonyos Amália grófnő, aki igen szeretett étkezni. És? És amikor kúrára fogták, egész gyermekes módon viselkedett. Igen? Képes volt megvárni, még mindenki lefeküdt, vagy olykor megvárni, még mindenki elmegy otthonról, mivel előttük nem merte. Mit? És akkor felkelt, taxiba ült, és elhajtott az első kurta kocsmába, ahol végig zabálta az egész étlapot. Ez is csodálatos, ez nagyszerű. A család is igen jót mulatott a dolgon, és azóta, ha valaki vét az étrend ellen, úgy mondják, amáliázik. Parancsolja postát. Miféle posta? Két levél, egy kalapszalon és egy újonnan megnyílt büfé. Büfé? Hol? A Margit hídnál egy Margit büfé nevezett. Többit elviheti, ezt hagyja. Kérem. Hippolit, mondja meg a többieknek, hogy ők csak menjenek az operába, én inkább a... Én nem is érzem magam igazán jól. Talán gyengélkedni méltóztatik? Nagyon.
én itthon maradok. A Terka mit csinál? A kisasszony visszavonult a szobájába átöltözni. Helyes. Okvetlenül mondja meg neki, hogy ma nélkülem menjen az operába. Kérem. A Makács úr ott várja. Jajajaj. A férjemnek is mondja meg, hogy... Tudja mit? Mindenkinek mondja meg, hogy menjenek az operába. Igen, kérem. Mindenki menjen az operába. Igen. Margit büfé, Margit hívnak. Nagyon. Elnézést a késői zavarásért, méltóságos asszonyom, de Terka kisasszony... Terka kisasszony öltözködik, az operába mennek a Makács úrral. Makács úrral? Na de... Semmi, na de. És kérem, most ne zavarjon üzleti kérdésekkel. Ez a társulás a nagy városi szállítmányozásokat fogja jelenteni. Gratulálok. Köszönöm. És kérem, mondja meg Terka kisasszonynak, hogy a mai nappal megváltom a cégtől. Ajánlom magamat. Na, ezt legalább sikerült jól elintéznem. Ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs ebédem, vacsorám, csak egy fél alma az uzsonnám, s közben jó édes krém illata száll felé. Lehet az a krémes, amit mások esznek, de nekem nem vesznek. Ezért, hogyha álmodik a mancika egy szín arany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, s nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek a serclie hatalmas és roppantul kiáll. Jaj, de jó a habos sütemény, mogyoró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs ebédem, vacsorám, csak egy fél kifli az uzsonnám, s közben jó édes krém illata száll felém. Jaj, de jó a habos Hippolit! Hippolit! Parancsoljon, kisasszony! Nem jött még meg a Nagy András úr? Volt már, de el is ment, kérem.
Elment? De miért? Értesülésem szerint konfliktus támadt a Nagy András és a nagyságos asszony úr között, kérem. És mit mondott, mikor jön vissza? Egy hamar nem. Nagy András úr megválni méltóztatott a cégtől. Úgy, megválni méltóztatott? Akkor legyen szíves, közölje Hippolita mamával, hogy ma este nem megyek az operába. Talán gyengélkedni méltóztatik? Igen! Izé! Barátom, már megbocsásson, volna itt valami elintézni való. Parancsoljon, uram! Nézd, most az egyszer nem parancsolok, hanem kérek. Volna itt valami. Mi? Hogy mi? Mi? Hát tudja, a zöldleveles bokorban. Aha, értem, kérem. Dehogy érti, kérem, a zöldleveles bokorban. Aha! Mi mozog a zöldleveles bokorban? Értem, kérem. Dehogy érti, kérem. A Schneider úr szeretné elbicelni a Toszkát és elillanni a zöldleveles bokorba. Honnan tudsz? Kérem, a gróf úr egyik öccse krónikus debil volt, attól is elég gyorsan kihámoztam, mit akar. Na de én? Valóban ön kisé nehezebb esett, de már sinem vagyok. Na látja? Akkor valamit ki kell találni, hogy én azért nem tartok a feleségemmel az operába, mert... Gyengélkedni méltóztatik. Nagyon helyes gyengélkedés. Ez egy egészséges gondolat. És mondja, menni fog ez nekem. Tessék csak rám bízni, kérem. Igen, akkor ki az a feleségem? Akkor soha nem jutok ki a lakásból. Tessék illegalitásba vonulni. Majd én megnézem. Schneider úr? Igen? Egy kis viszmajor van itt. A katonaságtól? Egy körnagy és engem keres? Önt keresik, de nem a katonaságtól, az illető egy hölgy. Miféle hölgy? Én nem ismerek semmiféle hölgyeket! Hol a feleségem? A nagyságos asszony eltávozott. Beengedjem? Ki? A feleségeme? Nem, kérem, a hölgyet. Dehogy is, nem vagyok itthon. Megyek a Kolibribárba. Ne tessék fáradni. A hölgy 8 órára lett diszponálva, ime megjelen. Már készül az előszobában. Mire készül? A legrosszabbakra énekelni fog, kérem. Ma még egy jót mulatunk, ma még egy jót húzatunk zenével. Oly remek az élet, a szampá kis bogaram a szíve. Van, amíg én nem jövök el nézhet, pá, kis aranyom, pá.
elénekeltem neked? Hát ezt el. Akkor most mondj valamit. Jaj. Mi az, hogy jaj? Hirtelen ez jutott az eszembe. Igen, és akkor most mi lesz? Nézze, szerintem botrány lesz. Hát nem ezt akarod? De akarni akarnám. De a hely, meg az időpont. Hát nem te hittál ide? Jaj, hát az nem úgy volt. Hanem hogy? Hát úgy, hogy én hívtalak ezek egy kicsit. Na és? Nem kellett volna mindjárt az első szóra ugrani, illetve volna követnie magát. Nem szoktam, a tiszta üzleteket szeretem. Én is. Bravo. Akkor tessék megmondani, mennyibe kerül nekem ez a kiszállás, és végeztünk. Nem végeztünk. Hová gondolsz? Hát én egészen már hová. Nem bánom, csak tessék itt ne lenni. Na ide figyelj, te figyfirics. Én jamborfajta vagyok. De ha csőbe húznak, akkor nyisd kiszállt. Így áll, így áll. Ugye milyen erőszakos, rosszabb, mint a feleségem. Fület! De kérem, én ülök. Akkor állj fel. Tessék, most állok. Így jó? Ide jössz. Na de nem fogsz bántani. Azt mondtam, ide jössz, figyfirics. Jó estét. Ide jössz. Jó estét. Puszit. Na várjunk csak, nem úgy van. Azt mondtam, puszit, figyfirics. De hát bármelyik pillanatban belépett a figyfiricné. Milyen volt? Ja, isteni, de kikérem magamnak. Ilyeneket tudok, ezt tudom nyújtani. Nézze, majd alkalmattán átnézem a kollekció. Nálam a vendégnek lehet rendelni. Jó, akkor fizetek. Volt az a két puszim, meg az a diu-diu. Nekem nem kell a pénzed. Végre egy okos szó. Tudod, mi az, amit csinálod kell velem? Na, hogy tudom, hát azért vagyok frákban. Te leszel az, aki kiképeztet engem. És akkor ez most már fix? Fix, csak te lehetsz. És tessék mondani, maga Huvaroszka akar lenni. Frászt! Én dizőz leszek. Hol? A Molerúsban. A helyes. És mi az akadálya? Hogy nincsenek nexusaim. Na hát, adok nekem szinte. Majd lesznek. Így áll. Na de kérem! Azt mondom, így áll. Szóval veszel nekem a pénzeden nexusokat. Ezt hogy érti? Azt mondtad, van pénzed. Jó van, hát össze-vissza voltam zavarodva. Nem kell mindjárt komolyan venni. A gróf is így csinálta a Duduval. Mely gróf? Az, amelyiknél az előtt Hipolit szolgál. Ja, az, akkor ezt most már tudom, csak azt nem tudom, hogy ki az a Dudu. Az unokanővérem. Nem mesélt róla Hipolit? A Duduról speciál nem. Mindenről volt szó, de ez valahogy kimaradt. Így áll. De hát be fogok rúgni. Be, na és? Szóval nekem a Dudu mondta. Mi? Hogy akinél a Hipolit szolgál, az biztos van olyan előkelő, hogy kiképeztet és beprotezsál engem a Molerusba. És ezt a Dudu mondta. Ő. Na, a Dudu csak tudja. Na, hogy tudja. Vele is ez történt. Nem igazság, nem is ismerem a Dudut. Őt a gróf képeztette ki. Akkor hívja ide. Ki? Hát a Dudu. Miért? Mert ami a gróf úrtól van, akkor valahogy jobban barátkozik a feleségem. Engem a feleséged egyáltalán nem ért. Igen, de mit csináljuk egyébként? Így áll. Egészségünkre. Hát, Schneider úr, tulajdonképpen mindent megbeszéltünk. Még nem. Erről beszéljük még egy kicsit. Nem, most mulatni fogunk. De higgyel, itt nincs idő mulatni. Egy kicsi. Na jó. Helyre, végre volt szerencső. Megvégeztünk, innen jössz és mulatsz velem. Tudod, miért kedvenc voltám? Nem tudom, de érzem, hogy nem sokáig marad titokban. Uram, újabb vendég érkezik. Amilyen pehen van, megjött a Dudu is. Makár, nem beengedjük! Hol van a telka kisasszony? De kérem, én már ott állok az opera előtt, fél hét óta! Pardon, nem tudtam, hogy nagy takarítás van. Csapci! Akkor jó, közös a blama! Nem ismerem a hölgyet. Hernyó vagy Csapci? Jelenleg, majd fedlik és akkor pillangóra. Hangsúlyozom, hogy nem tudom ki a hölgy. Süljön ki a szemed, Csapci!
Úgy van, szégyelje magát! A dolgot csak egyel teheti, jóval, ha elszínen a hölgyet. De én ezzel nem megyek sehova. Ez egy sóher, egy bevart zsebű botyázó. Elmentem vele Triestbe a szalontánc versenyre, és még arra se volt képes, hogy kiképeztesse. Fúj, aranykakas! Csaci, lebukott a nő minden túl. Én inkább veled maradok, Matyko. Matyko, igen, nyi-nyi-nyi, Matyko. Ha maga lehet Csapcsi, én is lehetek Matyko. Tehát ön ezért nincs az operában, minden okon megvan rá, azt feltétel. Mivel én vagyok az idősebb, szervusz Csapcsi. Szervusz Matyko. Ez az fiúk mulatni fog. Rá fogunk mulatni, nem azért tegeződtem vele össze, hanem most, mivel ilyen kebelbarátok lettünk, ugye megteszed, hogy elviszed innen a hölgyet. Hova? Mindegy, Triestbe, vagy még messzebb, az a fontos, hogy itt ne legyen, hiszen ez a tenőd. Én a lányod vőlegénye vagyok, ez a tenőd. Majd leszek mindkettőtök nője. Az időmből úgy is kitelik, most mulatni fogunk. Frászavítjuk, ez olyan gyámoltalan. Mi frász fogunk mulatni, nincs idő mulatni. Kus, tudok egy remek táncot, ide figyeljetek. Magát. Bemegy a nagyságos úrék hálószobájába, és tapintatosan értésükre adja, hogy immár 6 óra van. Igenis! Jó van, na! Értésükre adtam. Azt mondtam, hogy tapintatosan. Úgy csináltam, kérem, a nagyságos úr azt mondta, hogy 8-nál előbb nem sokat soha felkelni. Igen, kérem. Na mostan, újból visszamegy, és még tapintatosabban értésükre adja, hogy nem reggeli 6, hanem délutáni 6 óra van. Igen. Szörny. Átaludtuk volna az egész napot, Hippolit. Nagyságos asszonyom, nem zaklattam volna, de a főtanácsos asszony fél órán belül megérkezhet. Jaj, nekem. A gyomrom, a fejem. Mi lesz velem? Júlia?
kikíséri a nagyságos asszonyt a fürdőszobába, és készít neki egy langyos unkslangot, az jót tesz a hastályi kínok ellen. Na, jöjjön, nagyság! Jaj, nekem! Jaj, asszonyom! Jaj! Nagyságos uram! Feleljen nekem, mikor pártfogoltam én a művészetet? Tegnap? Igen, kérem, tegnap. Jaj, akkor azért vagyok ilyen másnapos. Ja. Ha megengedi, kikészítem a smokingját. Jaj, akkor megint vacsorázunk, nem? Igen, kérem, a főtanácsos az unokaöcsével fél óra múlva megérkezik. Szent egek, akkor tovább kell folytatni az ívást. Azt hozza majd rendbe, nagyságos uram. A gróf úr is mindig azt tartotta, kutyaharapást szőrivel. Nem tudom, milyen kutyáról beszél, amikor én csak fehér egereket látok. Csak fehéreket, uram? Van köztük egy pár kese is. Jaj, de rosszul vagyok. Szervusz, mama. Szervusz, mama. Jaj, beteg vagy. Végem van. Látod, ez is attól a buta koplalástól van. Gondolod? Egészen biztosan. Jaj, a tényleg. De is rosszul vagy. Jaj. Te, mama, egyél valamit. Mi? Itt erre ránézni se bírok. Hát persze, már teljesen összeszűkült a gyomrod. Jaj, nekem is mindjárt mennem kell. Mindjárt jön a főtanácsos asszony az unoka öcsével. Ha Istenem, hogy pont ma kell ilyen rosszul lennem, mikor estéi van. Hogy fogunk így elkészülni? Nagyon dúsz a program, amióta Hippolit itt van. De hát ez a gróféknál is így volt, ahonnan Hippolit 17 évig szolgált. De ha az első két nap így kikészít, mama, hogy bírom ki a következő 17 évet? De a tegnapi Toszka csak nem volt olyan megerőltető. A tegnapi Toszka? Ahogy vesszük, mama, ahogy vesszük. Tényleg, papa, milyen volt? Nem értem, mire gondolsz. Sértő a feltételezésed. Hát milyen volt az operában? De tőlem kérdezed? Kitől kérdezem, én nem tudtam elmenni. Micsoda? Te nem voltál tegnap az operában? Hát hiszen tudod, a Makács, az hogy érezte magát? Hol? Hol? Hát az operában. Ja, hogy az operában? Hát miért nem ezt mondod? Mit szólt, hogy nem voltam ott? Oda volt, mama, oda volt. Figyelj, te tényleg nem voltál az operában? Persze, hogy nem. Én mondom, hogy nem voltál nevetséges dolog. És a Terka? Terka? Nem láttam. Mi? Nem volt az operában? De ott volt, csak tudod, megettem ült, és azért nem láttam. Kedves volt a Makácsa? Hol? Az operában? Ja, igen. De mama, tényleg itthon voltál? Persze, hogy itthon voltam, itt gyengélkedtem magamban. Jó, megyek és rendbe szedem magam valahogy. Júlta! Jól figyelj, Júlta, különben repülsz. Ha a Makács úr jön, azt mondod neki. Makács úr, ön tegnap este minden körülmények között ott volt az operában. Ismétel. Júlcsa, jól figyelme, különben repülsz! Ne! A másikat, a Makácsot! Makács úr, ön tegnap este minden körülmények között ott volt az operában! Jó van, Júlcsa, takarod! Ez a Hippolit mindent összezavart itt. Ő javasolta a Toszkát, közben a feleségem meg ott sem volt. Én meg itthon voltam. Akkor kérdem én, hol volt a Toszka? Teljesen meghülyék! Thank you.
pardon. Na hát, hallatlan. Jaj, Hipolit, úgy én mehegagyom. Mondja, mit szokott ilyenkor csinálni a grófnő? A grófnő ilyenkor szenved, nagyságos asszony. Ahhoz nem kell grófnőnek lenni, szenvedni én is tudok. Tessék, mélyeget lélegezni, az jó, azt kérem. Lélegezni? Hát szuszogni is alig bír. Mi? Toszka-e? Micsoda? A tegnap esti Toszka előadás Titta Buffó rekedsége miatt elmaradt. Jegyek a piszkálnál visszaválthatok. Hallatlan. Valaki ranyomva, nem zavarom. Dalolsz, papa? Dalolsz? Na igen, igen. Ez egy szextet a Toszkából. Igen. Olyan fülbe mász. Aha. Tényleg? Hogy énekelt az a Tita Buffó? Hogy? Hát te még ilyet nem hallottál. Nem. Nem, szőt, ilyet még én sem hallottam. Aha, szóval nem hallottam. Ja, de igen, tegnap. Csak úgy harsogott belőle az a sok rengeteg hang. Különösen, amikor Toszka megjelent azzal a törrel, meg az a másik, az a hogy is hívják, azt mondja, imádkoztál ma éjjel Toszka. Erre az adferelít. Nem, ma éjjel még nem. És akkor jön a Toszka imája, hogy pá, kiszaranyom, pá, nem zavarom, pá. Meg ilyesmi, tudod, és aztán szúrja le. A Toszka? Meg az a másik. Szóval nem volt reket. Kicsoda a Toszka? Hipolit, mondja meg neki, lehet valaki a Toszka közben reket? Nem jellemző, uram, ha egyre gondolunk. Még hogy reket. Bárcsak az enyém volna annak a rehetségnek. Vele? Igen? Igen. Hát akkor olvasd. A tegnapi Toszka előadás elmarad. Mondjak, mama, mikor újság ez? Mai. Na jó, azt látom, csak biztos akartam benne lenni. Hanem olyasmiről nem hallottál még, hogy sajtó hiba? De ez nem az, Mátyás. Én ennek utána fogok járni. Makás Csaba úr van itt. Egy-egy. Nagyságos asszonyom, hát a tegnap esti opera előadás felséges volt. Igazán sajnálom, hogy a nagyságos asszony nem tudott ott lenni. De fő az, hogy önök kedves Makács úr ott tudtak lenni. Hát igen, ez nagy szerencse, mert én már sok opera előadást hallottam életemben, de ilyet még soha. Na ezt elhiszem. Azok a tapsok! És a karmester, ahogy vezényel, a Toszka halála, így remegett a keze lába. Na és az őrülési jelenet, tehát ez valami szenzációs volt. Na ne fáradjanak, uraim! Makács úr, ön tegnap este nem volt az operában. Nagyságos asszonyom, én tegnap este ott voltam az operában. Mondom, nem volt. Makács úr, gondoljunk csak utána. Hát, hogyha tényleg nem voltunk ott az operában. Schneider úr, én tegnap este minden körülmények között ott voltam az operában. Igen? Igen. Hát akkor olvassa. Szabad? Na most mit is mondott a Schneider úr? Hát, hogyha nem voltunk mi tegnap az operában. Hát nagyságos asszonyom, volna itt valami. Vagy voltunk tegnap az operában? Vagy nem voltunk. Na most valószínűleg nem voltunk. De még lehetünk? Bármikor. Na most aztán elég volt. Tudni akarom, hogy ki volt tegnap az operában. Mama, most majd én elmondom neked pontosan úgy, ahogy volt. Elindultunk az operába hárman. A Terka, én, meg a Makát. Egyszer csak a Terka úgy előre ugrott, úgy előre szaladt, majd ő jön és elmondja, hogy milyen volt. Kis aranyom. Na tessék, a Toszka imája. Na, milyen volt a tegnapi előadás? Micsoda? Hiszen neked tudnod kell, hát te előre mentél, mi csak lemaradtunk. Én?
Igen. Hisz én mondtam a Hippolitnak, hogy gyengélkedem. Kénytelen voltam altatót bevenni, és fél órája sincs, hogy felébredtem. Ettől a hülye altatótól olyan mélyen aludtam, hogy azt álmodtam, az operában vagyok, és ott azt éneklik, hogy pá, kis aranyom, pá. Hát nem mulatságos? Hát te szintom mulatságos! Röhelyes! Vagyis te egész este itthon voltál a szobádban? Hippolit a megmondhatója. Hippolit, hol volt tegnap este a lányom? A kisasszony a szobájában gyengélkedett. A már lista, neki már van alibije. És te, Mátyás? Én? Na, mit gondolsz? Én is gyengélkedtem. És a Makács úr? Ő gyengélkedett. Ez valami fertőző járvány vagy mi? Hippolit, hol gyengélkedett a férjem? A nagyságos úr a hálószobában gyengélkedett, asszonyom. Igen? És akkor én hol gyengélkedtem? A nagyságos asszony is a hálószobában gyengélkedett. Hát persze, mama! Csak tudod, 25 évi házasság után már észesen veszük, hogy egymás mellett gyengélkedett. Na de remélem a Makács úr nem a mi hálószobánkban gyengélkedett. Nem, asszonyom, Makács úr valószínűleg más hálószobában gyengélkedett. Mama, különben is mi bajod volt? Hát, szóval... A nagyságos asszony tegnap este amáliázni méltóztat. Hogy micsoda? Ez megint valami előkelő, micsoda lesz? Nyilván ettől az amáliázástól nem hallott minket gyengélkedni. Valószínűleg szabad legyen megjegyeznem, hogy a főtanácsos asszony 3 perc múlva megérkezhet. Jaj, de jó szag ez! Miből van? Nagyságos asszonyom, ez nem szag. Kérem, ez illat. Fleur bleu. Illat? Akkor meg mitől van ilyen büdös? Nagyságos uram, ez a legdelikátabb illatosító, ami létezik. Ez ellen még nem emelt senki sem kifogást, kérem szépen. Kérem! Kérem, de majd ha kiújul a lépcső úrutom, akkor ne csodálkozzanak! Más, ne zakasd a Hippolitot, mikor jót akar, menjünk készülni. Felpércsi alsóm... Felmakácsi a... Nem, mindjárt. Alsó, felső... Király, ász! Kontraparti! Pardon, majd én. Makács Veronella, főtanácsos asszony, ő méltósága. Köszöntöm a ház úrnőjét! És engedjék meg, hogy mindenek előtt őt dicsérjem, ebben nagyvonalú ízléssel berendezett otthon lakályosságáért. Ez az ő műve, nem? De bár! De bár! A lakályosság teljesen az ő műve. Én, mint a ház ura, szeretettel. Emes longító, hangoska, szinte páratlan, andalító, megnyugtató orgánum. De megkérem, az este 3 benzedin talán azért. Én, mint a ház ura. Á, ön itt. Mondja csak, nem mondja, tudom. Ön szolgált tudom. Örülök, hogy látom. Hogy hívják, fiam? Hippolit alázattal. Persze. Hippolit. Mindjárt feltűnt, hogy itt van. Mindjárt feltűnt. Ő ezek feltűnik neki. Én, mint a ház ura, szeretettel köszönteném a... Szervus, Csaba, szervus! Jó estét! Jaj, de jól nézel ki! Köszönöm. Mi van, szívem? Nőttél valami? Nem. Nőttél volna az utóbbi időben? Nem hiszem, hogy nőttem volna, Nella néni. Hát akkor meg összementél, vagy mit tudom én, valami történt veled. Nincs valami változás? Nincs, ez jó. Dehogy jó, te marha, az lenne jó volna. Hát akkor én, mint a ház. Egy pillanat, mert én már igencsak megéheztem. Ó, hát akkor üljünk asztalhoz, főtanácsos asszony. Hát akkor én, mint a ház főnöke, te tisztelettel köszönöm. Én most mondok egy tosztot, mert ugye bár itt eljegyzés van, vagy mi a szösz. Jön egy királyfitán, hófehér,
este jön az ébredés. A királyfi oly kevés, és hogy jön tévedés. És mégis kicsi fellegek úsznak az ég peremén. Míg őket nézni lehet, örök életű lesz a remény, meg a regény, hogy világos éjszaka. Miről álmodik a be. Örömmel tettem eleget a meghívásnak, melyel bennünket az internacionális szállítmányozó forgalom legprominensebb exponenséhez... hol van Schneider? Itt vagyok, kérem. Hát hol? Mit csinál maga? Hol volt eddig? Itt voltam. Vegyen egy poharat és üljön le. Éjjel! Mert ugye, mik is a lehetőségeink? Bútorszállítás, képszállítás, hús, halszállítás, szárnyas, gyümölcs, kávészállítás, faszállítás, fagylalt, körített liptai, szóval sajtszállítás. Na kérem szépen, ezek elé nézünk, amint láthatják. És a szemétszállítás. Igen, persze. Persze, hát a szemét. Mint a ház ura. Szeretném a ház asszonyával megkonzultálni a családi esemény lebonyolításának körülményeit. Ehhez fáradjunk ki a teraszra. Onnan gyönyörű a kilátás. Ellátni egészen a Dunáig. Gyönyörű. Gyerekek, gyerekek. Na, de hát értse meg a kisasszony, hogy nem engedted ebbe, hát az én nyakamba fog szakadni az. Mi szakad a maga nyakába? Te hibodról! Mi az, kérem? Mi folyik itt? Mit keresöl itt? Schneider urat, a Schneider urral akarok beszélni. Nem alkalmas a pillanat, hölgyem. Hajlandó ide hívni a gazdáját, vagy menjek oda én? Arról szó sem lehet, hogy ön hozzá menjen. Akkor hívja ide. Nem áll módomba. Akkor én kérem, véletlent okozok. Tóbiás? Hozzá, fiam, söprűt és lapátot, a művésznő összetakarítja, amit összetör. Takarítsa az, akit ezért fizetnek! Kérem, tessék, szüneteltetni a törést, mert kénytelen leszek fizikai beavatkozást eszközölni. Az meg az mafu, én a fizikai beavatkozásokból élek, fiam. Hippolyt, mi ez a különböző? Differenciánkkal a művésznővel. Miért tűzom? Miféle a differencia? Hattányérból három a differencia. Miért nem hívtál meg a bálba, Matyikám, táncolni? Én nem ismerem magát. Itt nincs bál, itt vacsora van. Én enni is szeretek, nem csak táncolni. Hippolyt, dobja már ki. Mit állít? Az afférok likvidálása nem tartozik a hatáskörömbe, uram. Szakmai rangom nem teszi lehetővé, hogy közvetlenül vegyek részt a botrányokban. Akkor kidobom én? Hozzám ne nyújj, sikítok! Ugyan, néznek! Miért akarsz botrányt? Én kis botrányt, igazán kellett más a hallgat. Igazán, Schneider, az ön családja egy rendkívül jól nevelt és erkölcsös atmoszférát áraszt. Hát ez tetszik nekem. Valószínűleg, hogy családi kontraktusba lépünk. Mi, makácsok, az önök puritán familiájával. Igen, igen, a Schneider família híres a puritánságára. Mutasd be önnek, kérlek, Matyikám. Ki ez a bájos hölgy? Nem ismerem. Nem? Nem. Ön igazán egy nagyvilági hölgy. Igen, távoli, nagyon távoli. Rokon? Igen, rokon, távoli, nagyon távoli. Mimi vagyok. Ha ön azt megmondhatná. Veronella. Karoljon belém, Mimike. Ez egy igazán előkelő asszony, hogy ő majd biztos kiképeztet engem. Felé tudnék esni? Tessék, itt a Duna! Hippolyt!
Parancsoljon, uram. Most mi lesz? Most botrány lesz, uram. És a gróf ilyenkor mit csinált? A gróf ilyenkor nem csinált semmit. És a hölgyel mi lett? A hölgy repült, ezt általában a titkár intézte. Akkor hívja ide a titkárt. De uram, önnek nincs titkárja. Akkor meg mit beszél itt össze-vissza? Kérem, meg kellene egy alkalmazott is. Ide hívhatom Nagy András urat. Nagy András! Remek! Köszönöm! Hívja ide, mondja meg neki, hogy jöjjön azonnal kocsival. Parancsára. Mátyás, látod azt a hölgyet? Nem látom, nem ismerem. Akkor menj és mutatkozz be neki. Minek? Hát azt tudom, ki oda. Te vagy a házigazda, ő meg valami unokahúg. Honnan tudod? Ő mondta, rokon. A főtanácsos asszony unokahúga. Csak azt nem értem, hogy miért tapad rá úgy a makácsra. Biztos közeli rokon. Na de hát annyira. És a makács egész este hozzá se szólt a terkához. Most is ott van egyedül szegény lány. Ez ügyben már intézkedtem. Igen? Igen. Hogyan? Gondoskodtam az unokahúgnak udvarlóról, mindjárt itt lesz. Kicsoda? A Nagy András. Végre valami hasznát is vesszük. Hölgy, válasz! Igen, csak hogy én nem kérdeztem semmit. Mátyás, mutatkozz be a hölgynek. Igen, Snyder vagyok. Én meg éhes vagyok. Jaj, hát akkor egyen kedvesem, jó étvágyat. Maga egy igazán kedves asszony. Na, hogy maga is milyen egy aranyos teremtés. Mama, mielőtt te melegedtétek, arról aludjunk ki a teratra. Nekem nem kell ez a Snyder lány. Nekem csak te kell lesz, Mimi. Nem érzed, hogy mennyire pali vagyok rád? Itt az alkalom! De neked itt mindjárt bejelentik az eljegyzésedet. Pont azért, addig még van egy negyed órán, gyere! Tudod mit? Mivel itt minden olyan unalmas, történjen már valami? Erre parancsoljon, méltóságos uram! Ezt most hagyjuk! Miről van szó? Technikai nehézségek merültek fel, kérem. Miféle technikai nehézségek? Mimi a neve. Egy bizonyos művésznő, aki útban van. Hová? Már úgy értem, itt van útban Snyder úrnak. És nekem kellene elvállalnom. Amennyiben még szállítható állapotban van. És mi van az eljegyzéssel? Tartok tőle, hogy nincsen erkölcsi fedezete. Nocsak. Terka kisasszony se nem lelkedezik az ötletért, Makács úrnak pedig más jellegű elfoglaltsága van. Akkor ezt az egészet maga szervezte, Hippolyt? Méltóságos uram, Snyder úr konspiratív talentumát túlbecsültem. Az önre való tekintettel, Hippolyt, vállalom. Lekötelez, méltóságos uram. Á, kedves Nagy András, úgy hallottam, kilépett a cégtől. Mi áradban? Hippolyt, kérem, magyarázza el a kisasszonynak, hogy miért vagyok itt. A Nagy András úr fogja elszállítani Mimi művésznőt oda, ahol esténként fellépni szokott. Minő véletlen a főtanácsos unokahúgát. Nos, mielőtt belezavarodnának a magyarázkodásba, uraim, távozom. Előbb engedje meg, kisasszony, hogy gratuláljak az eljegyzéshez. Köszönöm. Erre iszunk. Hippolyt, pesgőt! Igen, egy pillanat, és itt a pezső. Parancsoljon. Tehát férjhez megy. Lehetséges. Köszönöm, hogy benne
zene, mámor és varázs, szászegedű és vallomás, és nem kell hozzá más, semmi, semmi más. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám vigyázott, de nekünk jön virágot nekem. Köszönöm, hogy becézett egy kissé elkésett, mert titokban másé lesz szíve. De miért is áltatnám többé magát? Váljuk el szép csendben, mint két jó barát. Köszönöm, hogy imádott, hogy férhez megyek. Az édesanyjától. Úgy látszik, a boldog Frigyhez szükség van a szemétszállítási koncesszióra is. Hát ezért lépett ki. Nézze, Terka, én nem akarok az ön boldogságának az útjába állni. Úgyhogy most mindjárt megkérem az édesanyjától a kezét. Na, semmi, bátor ember maga. Azt mondják. Akkor jöjjön a szobámba. És mi lesz a szökéssel? Hát szökés előtt még. Mi kell a szökés előtt? Pakolni, nem? Hogy nem venném a lelkemre, ha megfázna. Úgy lehűlt kint a levegő. Szeretném megbeszélni a családi és üzleti kérdéseket. A szemétszállítást méltóztatik gondolni? Igen, és a házasságot. Mindegy, egyik kutya, másik ebb. Akkor talán azt mondjam, fáradjunk ki a szobába. Ott minden elő van készítve, és itt nyugodtan tárgyalnak. Én nem tehetek róla! Ez hallatlan! Ez túlmegy minden hadat! Csaba! Elveszem feleségül, Elanini, esküszöm! Az életemre esküszöm, elveszem feleségül! Engedjék meg, hogy bemutassam! Menj, asszonyom! Hogy hívnak? Miért a terdődéddel? Az engem nem érdekel! Hát én elájulok! Az meg engem nem érdekel! Azonnal takarodjon az én tisztességes házamból! Hogy én mióta mondom már ezt? Igen. Hogy a maga háza tisztességes, ahol igen. A férje rendezvúra hívott engem. Elveszem feleségül, elveszem! Engem, te marha! Nem, őt! Kos! Ezt majd később! Én kérem szépen! Itt egy merőben új szituációval kerültem szemben! Hát én is! Én is? Én a polgári tisztesség garanciáját láttam az önök házában! Én is? Fel vagyok háborodva! Én is! Ajánlom magamat! És? Mi? Akkor gyertek velem! Ajánlom magam! Még nem, majd később. Előtt én is kipakolok, mert itt soha nem juthatok szóhoz. Hát mindennek az oka ki? Mindennek az oka ez az átkozott Hipolit. Ha én egy telet zsíros kenyeret akarok enni, akkor horakba kell kiöltöznöm. Csend! És annak, hogy neked amáliázni kell, ki az oka? És ha Mimit kiadta a nyakamra? Hát, én... Na jó, erről már később beszélgetünk. És hogy a főtanácsra azt mondni, ha képünk hagyjuk bennünket, annak ki az oka? Csend! Mindennek az oka ez az átkozott Hipolit! Na de papa! Csend! Amióta a Hipolit betette hozzánk a lábát, a föld is megfordult a tengelyéből, és minden Hipolit körül forog. Csend! De majd én megmutatom. Én majd megmutatom! Hipolit! Hipolit! Tóviás, hol van Hipolit? Nem tudom, kerestem, de nem találom. Hozd ide! Megölöm! Megölöm! Akkor ne tessék félni, biztos meg lesz. Schneider urat keresem. Itt vagyok, kérem. A ma esti botrány arra az elhatározásra kényszerít, hogy levonjam a konzekvenciákat és a pozíciómat föladjam. Itt egy percig sem maradok ki. Állj! Atya úr maga itt marad. Letölti a felmondási időt, és két héten keresztül végignézi, hogy nem faragban zabálom a vacsorámat, hanem ingújban, mit ingújban, atléta trikóban. A libasülthöz hagymát eszem, mindenhez hagymát eszem, még a hagymához is hagymát eszem. A halat pedig
két kézzel leszem. Így, két kézzel. A feleségem pedig annyit Amáliát ad, amennyit csak akar, és ilyen kövér lesz. Én is ilyen kövér leszek. És bajút növettek. A feleségem is bajút növett. Ekkora bajút! Ahogy parancsolja, uram. Bocsánat az a varázsért. Hippolit, ha letöltötte a felmondási időt, tudok egy helyet a számára. Értesüléseim szerint gróf Wittenfeld cenicei nősülni készül és inas keres. Köszönöm, méltóságos uram. Boldogan állnék a szolgálatába. Menjen csak oda, ahhoz a cenicéihez! Méltóságos asszonyom, engedje meg, hogy megkérjem a kedves lánya kezét. Micsoda? Hát ide figyeljen magamnak! Maga semmire kellő, maga hozományvadát. Maga sofőr. De mama! Igen, és hogy sofőr? Hát mit képzel? Kicsoda maga? Méltóságos asszonyom, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Gróf Wittenfeld cenicei András vagyok. Hát én elájulok. Nagyságos asszonyom, ne tessék még, szabad legyen megjegyeznem, hogy alapjába véve minden ember arisztokrata, de van, akinek sikerül annak is születnie. Hát én elájulok. Bogaram a szív.